Senki nem tudta, hogy a királynak mi a baj. Hát miért sír az egyik szeme? S miért köhög folyton? De szerencsére volt neki három. Fia. Persze, hogy három. Milyen a kutyák? Hogy hívnak téged, Galambó? Mi a neved? A Dóri tudja, hogy három fia van, mert minden királynak kell egy. A legnagyobb a tucsíták, hogy töhötön. A középső tucsíták, hogy Huba. A legkisebbet, úgyhogy János. A gyermekek jogainak világnapját az ENSZ által elfogadott egyezmény alapján november 20-án ünnepeljük. Ezen a napon a gyermekekre, elsősorban a fejlődő országok gyermekeire emlékezünk, az ő támogatásukra, jogaik védelmezésére. Erről emlékeztek meg a Tulipán óvodában is, ahol Écsi Gyöngyi, a felvidéki népmesék és népi énekek gyűjtője, életben tartója szórakoztatta a csemetéket. Bánat olyan, mint a jó szél! Melyen járok minden kemét? Olyan édesapám, ne bánkódj! Segítek én felségeden! Hey, szegény drága édesapám, folyton csak sóhajtozik. Csak mondja meg bátran, mi bántja? Ez a beszéd tetszett a királynak. Leeresztette a buzugánt, és lássatok csodát! Egyszer csak megszólalt, és azt mondta, az élet. A gyermekek érzékeny, fondorlatos kisemberkék, akik pontosan tudják, hogy a szülői szeretet végtelen és kiapadhatatlan, szerencsés esetben pedig elkíséri őket a felnőtté válás útján. Szülőnek és pedagógusnak lenni nem könnyű és nem is jelentéktelen feladat, hiszen a felnőttnek kell a tudásra és szeretetre éhes, kis lelkekből felelősségteljes, segítőkész, rátermett jellemet nevelnie.